Oké, az audio szinte kérdés. Akkor kezdjünk el felkészülni a háború előjeleire. Japán elkezdett csodródni a tengely felé. Majd meglátjuk, hogy Japánnal szövetkezünk, vagy a Kuomintanggal. Nos, amint látjátok, a nyersanyagaink jelenleg eléggé rendesen zuhannak. Ez részben azért van, mert túl sok van belőlük, ugyanis az alapjáték engedi, hogy fölmenjél 99999999-re. A modban viszont van egy ennél jóval alacsonyabb korlát, ami hát elkezdi csökkenteni a bevételedet, hogyha túl sok van valamiből. Viszont Németországgal vagyunk, és hát eléggé fontos, hogy jó sok legyen nekünk mindenből, mert a háborúban el fognak vágódni a kereskedelmi útvonalaink. Úgyhogy... A mondó vagyok, hogy kezdjünk el kereskedni a britekkel. Vásároljunk tőlük olajat. A britek nem adnak el nekünk olajat, szuper. A szaudiaknál még nincsenek jelentős mezői, szóval kezdjünk el kereskedni a szovjetekkel. Oké, a szovjetek adnak el nekünk kis mennyiségű olajat. Ezt el is küldjük nekik. És el is fogadták. Szuper! Várunk február 6-áig, amikor legközelebb tudunk nekik ajánlani valamit. És aránylag tűrhető az olajbevételünk. Igen, itt van az, hogy újra megszálltuk a olajnövidékét, ezért kapunk egy valag plusz embert, egy valag nyersanyagot. Egy kis nemzeti egységet, erről majd beszélünk, hogyha háborúban vagyunk. Valamint lejjebb ment az elégedetlenségünk. Az elégedetlenségünk följebb ment különböző eseményektől, valamint attól, hogy nem gyártunk elég ilyen felhasználható javat. Igen, így fogom hívni, nem tudok jobb fordítást. Viszont ebből jelenleg nullát kell gyártanunk, ez akkor fog följebb menni, hogyha 6-ban állunk. És... Egy pillanat, itt meg kellett volna jelenni egy pár eseménynek a képernyőn, és nem jelent. Oké, a játék valamitől lerezetelte azt, hogy azokat a beállításaimat, hogy milyen értesítések jelennek meg a képernyőn, de mindegy. Oké, nagyon sok energiánk van, úgyhogy továbbra is kapjuk a büntetéseket. A Kuomintangban pedig egy ellenpárt alakult a Social Conservative. Oké, ezennek a vezetésével nem fog fordítgatni össze-vissza. Oké, különböző dolgok történnek. Oké, ezt inkább mégiscsak kikapcsoljuk, mert ez így idegesítő lesz, hogyha itt minden apróságot kiír. Sajnos a Hearts of Iron 2 rendszere, hogy meghatározta, hogy milyen események fontosak és milyenek nem, már nincsenek itt. Az írek ajánlanak nekünk... Nem adunk el acélt. Jut eszembe az oroszokkal, tudok újra üzletet kötni? Igen. Adunk el az oroszoknak ellátmányt. Az oroszok nem vesznek ellátmányt? Oké, ezek szerint ezt is megváltoztatták, mivel az alapjátékban ez működött. Ejha, akkor nem tudom, hogy miből lesz pénzünk. Franciák vesznek ellátmányt? Nem, a franciák se vesznek ellátmányt. Britek? A britek lehet, hogy vesznek ellátmányt. Küldünk egy ajánlatot, valamint... Talán itt a kisállamok, Csehszlovákia vesz ellátmányt. Csehszlovákia talán vesz ellátmányt, hogyha megfelelő mennyiséget kínálok föl nekik. Mindkettő visszautasította. Szuper! Magyarország, ellátmány. Oké, Magyarország vesz egy kis ellátmányt. Itt azért fontos, hogy ellátmányt adjunk el, mert jelenleg baromi erős az iparunk. Oké, relatíve baromi erős. Viszont nagyon kevés nyersanyagunk van. És hát az ellátmány az egyetlen dolog, amit el tudunk adni azért, hogy nyersanyagokat tudjunk vásárolni. Remek, Magyarország veszi. Oké. A közben a kémeink szépen mennek ki a célterületeikre, egyelőre eléggé kevesen vannak. Ez ugyebár nem adok el a célt. Ez ugyebár azért van, mert hát nagyon kicsi ez a leadershipünk, és hát nem tudunk elég kémet termelni. Nem adunk el a célt! Mondjuk olajat ajánlottak érte, de ez van. Nem adunk el a célt. Igazából egyébként az acél az, amiből a legkisebb tartalékra szükségünk van, ugyanis Franciaországból azt tudunk majd szerezni. Nem adunk el a célt. Van elég pénzünk. Ó, egy kicsit költünk arra, hogy az egységeink kapják az erősítéseket. Nem értem, hogy pontosan miért van erre szükség békeidőben, de költünk rá. És eközben, hajszál pontosan semennyi üzemanyagot nem kapunk naponta. Ugye nincs automatizálva a kereskedelem.
Nincs, oké. Okay. Eközben elkészült egy valag légvédelmi ágyú. Ezeket elhelyezik a fontosabb ipari központjaink fölé, ez jelenleg azt fog jelenteni, hogy Dortmund fölé, mert ez van a legközelebb nyugathoz, ami olyan, hogy fontos. Ez meg Frankfurt. Ups. Oké, ott is lesz egy légvédelmi ágyunk. Sajnos a Hearts of Iron 3-ban nem lehet azt megcsinálni, mint a Hearts of Iron 2-be. Ugyanis ott meg tudtad csinálni azt, hogy végigraktad a német határt légvédelmi ágyukkal, és azon megtizedeltek minden bombázót, aki bejött fölötte. Ez a Hearts of Iron 2-ben azért működött, mert ott egy repülőgép egy óra alatt egy területtel ment odébb. Ez viszont a Hearts of Iron 3-ban baromi módon lelassítaná a repülőket, ugyanis hát itt jóval több terület van, mint a Hearts of Iron 2-ben. Ezért a repülők így lényegében teleportálnak. Tehát itt a bombázási célok fölé, célokra érdemes légvédelmet építeni. Portugália mit ajánl? Ők energiát kérnek, ebből mondjuk van nekünk valamennyi, mert ugye vannak jelentős szénlelőhelyeink, úgyhogy ja, adjunk el energiát Portugáliának. Olaszország pedig ritka nyersanyagokat ajánl, szuper! A Kuomintangtól pedig szintén vásárolunk ilyen ritka nyersanyagokat. A Kuomintangtól nem vásárolunk. Oké, pártgyűlés. Ez valamivel fölvitte a pártunk támogatottságát és adott egy kis egységet. Szuper! És vége van februárnak, és még mindig nagyon kevés kémünk van. Oké, kezdenek gyűlni. Én nem mondom, hogy áprilisig így hagyjuk a dolgokat, hogy csak kémeket gyártunk lényegében. Kb. Akkor fognak elkészülni az új ipari technológiáink is. Nem adunk el acélt. Még mindig. Ma mondom, hogy vezünk a svédektől is egy kis acélt. Nem árt. Nem? Nem annyit. Úgy. Valamint ismételten megpróbálunk a Kuomintangtól nyersanyagokat vásárolni. A svédek nem fogadták el, a Kuomintang igen. Szuper. Litvánia energiát akar vásárolni, vásároljanak. És a kémeink szépen rohadt lassan gyűlnek. Néha közben vadásszák le őket, gondolom az ellenséges kémek, sajnálatos módon. Oké, megvárjuk a kémekkel azt, hogy elkészüljön ez a két ipari technológia. Miközben kapjuk a mindenféle ok nélküli drámai zenét? Megtörtént a második londoni konferencia, és az olaszok nem írták alá. Svájc pedig acélt akar, nem. Ezek a konferenciák az alapjátékban igazából nincsenek benne, a modban viszont ezek elég jelentősen korlátozzák, hogy milyen hajókat lehet építeni és kifejleszteni. Néhány állam ki tud alóla bújni, például Japán, azzal, hogy hát ők Japán is leszarják a konferenciákat, viszont a legtöbb fontos államot ezek korlátozzák. Az olaszok pedig újraépítettek egy hajót. Ugyanis ők is kimondták magukat ezek alól a megegyezések alól, Japán nem is írja alá a megegyezést. A britek is építkeznek. Igen, a britek észrevették, hogy az olaszok és a japánok flottát építenek, úgyhogy nekiálltak ők is. Az Egyesült Államok aláírta. Ez érdekes lesz, ugyanis így Japán jó nagy tengeri fölényben lesz az Egyesült Államok fölött. Franciák szintén aláírták, de a francia haditengerészetet leszarjuk, mert úgyis kapitulálni fognak. Mások nem viccelek, amikor szarra verjük őket, akkor szerintem a Vichy Franciaország át fogja venni az uralmat a haditengerészet nagy része fölött. Ecuador energiát akar, vegyen. Litvánia pedig acélt akar, nem. Szovjetunió vesz még ellátmányt? Nem vesz ellátmányt. Amerikában folytatják a New Deal politikáit. Lengyelország embargózik minket, ez nem jó. Az olaszok pedig tovább folytatják a flotta újraépítését. Eközben a kémeink még mindig szépen rohadt lassan képződnek. A japánok pedig újraépítették, feltételez majd az egyik csatahajójukat. Csataszirkálójukat. Valamint fejlesztették a Mogamit, ami az egyik erősebb csatahajójuk. Amerikában történnek a dolgok.
és 2001-i ipari technológiánk, ez melyik volt? Oké, ebből van még egy technológia, ami 1936-os szinten van, tehát ezt továbbfejlesztjük. Ez a másik viszont fel fog menni 1938-as szintre, szóval az már nem. Amerika üzletet ajánl, nyersanyagokat adnak nekünk. Szuper, elfogadjuk. Na most, túl sok kémünk nincs, de ahogy elnézem, már nem is igazán vadásznak a kémeinkre, mert kinyírták az ellenséges kémeket. Úgyhogy lejjebb vihetjük a hangsúlyt, amit rájuk fektettünk. Úgyhogy, leviszik a kémképzés 2-re. Ez még elég lesz ahhoz, hogy aránylag gyorsan pumpálja a kémeket, hogyha szükség van rájuk. Viszont felszabadít egy rakáspontot, amit fejlesztésre tudunk költeni. Nos, fejlesztjük ki a gyalogságunk 1936-os technológiáit. A gyalogság mégiscsak a hadseregünk gerince, akármennyire is páncélosak vagyunk. Fejlesztjük ki a tüzérségünket és a légvédelmünket. Valamint fejlesztjük ki a gyalogságunknak az arktikus felszerelést, ami hát mindenképpen segíteni fog a Szovjetunió ellen, hogyha harcra kerül a sor velük. Valamint fejlesztjük ki a hegyi gyalogságot, rájuk szükség lesz. Emellett kezdjük el fejleszteni a középtankunkat. És mi az, amit nem kéne fejlesztenem? Ez itt már nem töröltem ki. Még valami, ami... Ó, így viszont befér még egy technológia fejlesztésbe. Kezdjük el fejleszteni a vadászgépeinket. Kezdjük el fejleszteni a motort. Ja. OS-38-as, akkor kezdjük el fejleszteni a vadászgépeink fegyverzetét. Az osztrák kémeinket pedig kiküldjük, hogy kezdjék el növelni a náci pár népszerűségét. Csehszlovákiában egyelőre még valamilyen szinten rajtadjuk őket az ellenkémkedésen, de ott is elkezdjük növelni a náci pár népszerűségét, ami ott, ha jól tudom, a Szudéta németek pártja. Azt hiszem ez az. A szövetségeseknél egyelőre még hagyjuk őket ellenkémkedésen, tőlük egy kicsit jobban félek, hogy visszavágnak. Spanyolországban kezdenek felfabrikázódni a dolgok, lázadások törtek ki a köztársaság kormánya ellen. Itália nyersanyagokat ajánl, szuper! A japánok elkezdték felhalmozni az üzemanyagot, szuper! Ez nem árt. Elkezdünk légvédelmet építeni, nem, folytatjuk Frankfurt légvédelmének felépítését. Magyarország acélt akar, nem. Románia olajat ajánl, elfogadjuk. Oké, készülnek a légvédelmi ágyuk, levágunk még egy rakással Frankfurtba. És Frankfurtban ki van maxolva a légvédelem. Oké, ez esetben elkezdjük építeni Stuttgart légvédelmét, ami szintén egy eléggé fontos ipari központ nyugaton. Chile pedig... energiát akar, oké, adjunk nekik energiát. Ó, igen. Ez egy afféle nem létező ország. Igen, Isten. Ez azért van, mert néhány esemény csak úgy tudtak megoldani, hogy be kell vonni egy harmadik országot, ugyanis hát eléggé hülyén van néhol megcsinálva a játék. Ez nem létezik, nem befolyásol semmit, csak a történelmi dolgokat alakítja. Szóval kitört a spanyol polgárháború. Ami azt jelenti, hogy mi beavatkozunk, egy valami nyersanyagért küldünk segítséget a spanyol államnak a spanyol köztársasággal szemben. A spanyolok elkezdték felbérelni a marokkóiakat, mármint a spanyol állam, behívták a tartalékosaikat, a köztársaság ugyanígy tesz. Japán pedig továbbra is fejleszti a flottáját. Tájföld energiát akar, adjunk nekik. Halmozzuk fel a pénzünket. Az olaszok szintén segítenek a spanyol államnak, szuper. Hogyha a britek és a franciák nem avatkoznak be, akkor a köztársaságnak esélye sincs. Ó, szuper. Vel tudtunk kezdeni végre acélt kereskedni Svédországgal, mert már nincs befagyva a tenger. Ettől függetlenül még mindig nincs bevételünk, de azért mert rohadt sok van már úgy alapból. Mexikó energiát akar, az olaszok pedig... nyersanyagot akarnak eladni nekem, szuper. Másnak az emmi automatikusan csinálja a konvojokat? Igen, oké, remek. A játékban van egy konvojrendszer, ami
Ó, a szovjetek beavatkoztak, de ők egyedül nem lesznek elegek, ami itt látható. Ezek a kereskedelmi konvojaink, ez igazából a háborúban lesz fontos, ugyanis lévén, hogy a britek eléggé nagy tengeri fölényben lesznek velünk szemben, nem igazán fogjuk tudni ezeket üzemeltetni, hogyha elkezdődik a harc. Kivéve természetesen itt állt mondjuk a szovjetekkel, de velük úgyis lesz addigra szárazföldi határunk. A spanyol állam pedig elkezdett a tengely felé sodródni. Helyes. A hollandok energiát akarnak, adjunk nekik energiát. A magyarok pedig... A magyarok olajat adnak nekünk? Oké. Jöjjön az olaj. Szerintem a románokból megpróbálunk kicsalni még egy kis olajat, ugyanis az eléggé fontos. Nem adnak többet sajnos. És vásárolnak fel esetleg ellátmányt? Vásárolnak. Oké, és a magyarok? Igen, ők is vásárolnak, szuper. Egyelőre még pluszban vagyunk pénzügyileg, de hogyha nem kezdünk el adni, akkor ez hamarosan változni fog. Ezek meg talán vásárolnak. A csehszlovákok elutasították, a magyarok elfogadták. És mire pocsékolok el ennyi ipari kapacitást? Ó, elkészült a három gyaloghadosztályunk. Remek. Ezeket egyelőre belepakoljuk a már létező hadtesteinkbe. Mondom, majd 38-ban újra szervezik az egészet úgy, ahogy van. Viszont ezzel elkezdünk építeni három újabb gyaloghadosztályt. És... Elkezdjük építeni a következő adag légvédelmi agyütőn, és az, amit rendeltünk, nem lesz elég. Most 10-et gyártunk egyszerre, és 5-öt, és 5 olyan sorozatot. Elkezdődött még egy gyaloghadosztály, ezt kirakjuk Boroszlóba. És ezzel... Hány ezredünk is van? Ezzel van 135-150 kell. Tehát ez meg lényegében 5 ilyen gyaloghadosztály. 1-2-3-4. Francba. Rendelünk még egy gyaloghadosztályt. Ó, már úgyis van 3-at rendeltünk? Ups. Oké, helyezzük őket följebb a gyártósorba a többi gyaloghadosztályhoz. Légvédelmi ágyúból most már úgyis készül egy adag, szóval. Följebb helyezhetjük a gyalogosainkat. Ez de rohadt idegesítő. Oké, felküzdöttem őket a többihez. Na, múlassuk az időt. Most így nem tudjuk az összeset egyszerre gyártani, mert nincs elég ipari kapacitásunk gyártáson. Na mindegy, hamarosan úgyis el fognak fogyni a légvédelmi ágyuk. Chile visszavonta az egyezményünket, már nem adunk el nekik energiát. A japánok pedig létrehozták Mengokudz, egy japán bábállam itt belső Mongóliában. Csak azt nem értem, hogy a döntés miért ír Mengokud, amikor Ayamen Mengjiangot ír. Na mindegy. Olaszország adja nekünk további nyersanyagokat? Persze, elfogadjuk. Észtország pedig energiát vásárol. Szintén. Följebb akarom vinni az adókat? Hol van ez egyáltalán? Á, itt. Nem, már leviszi a párt támogatottságát. Ó, igen, ezt nem is mondtam. Itt vannak az országban található pártok, itt pedig a pártok szervezettsége. Hát egyiket csak kell igazán magyarázni, ez itt a népszerűségük, és a szervezettség azért segít a népszerűségnek. Tehát általában hasonló szinten vannak. Hogyha a szervezettség magasabb, akkor a népszerűség pedig gyorsan növekedni kezd. És amikor a kémeget használunk arra, hogy valahol növeljük egy pár népszerűségét, akkor a szervezettségét növeljük elsődlegesen, és ahhoz igazodik a népszerűsége. És Portugália visszavonta. A fenében miért vonja mindenki vissza az egyezményeinket? Ó, Spanyolország, akartok ellátmányt? Mi az, hogy egy polgárháborúban lévő országnak nem kell ellátmány? Az így működne, Amerika már csődbe ment volna. Egyik Spanyolország se vesz ellátmányt. Oké, ti tudjátok. Olaszország, esetleg ellátmányt? Valószínűtlen. Azért elküldjük, nem lehetetlen.
Egyesült Államok, nektek úgyis most másra kell koncentrálni. Jó, az Egyesült Államok vásárol ellátmányt bőven. Helyes, helyes. Nem fogadták el, de az olaszok elfogadták, szuper. Majd újra elküldjük az amerikaiaknak, mert szerintem ugyanúgy valószínű lesz, hogy elfogadják. Itt sajnos még nincs meg az a diplomáciai rendszer, ami a Crusader Kings 2-ben már bejött, ahol az emmi értelmesen gondolkodik. Az olaszok pedig bevették Etiópiát, pontosabban Abesziniát, amit nem tudom, hogy miért hívnak Etiópiának, na mindegy. Svájc energiát vásárol, vásároljon, Hollandia úgy szintén. Oké, ebből van bőven bevételünk, és pluszban vagyunk nyersanyagok terén, és olajterén is. Na, Amerika. Ellátmány. Nektek, eladni. Elfogadták, szuper. Be tudunk fektetni a bányászatba, fektessünk be a bányászatba. És elkészül, és kezd elkészülni a következő dag lévédelmi ágyú, ezeket is kidobjuk Stuttgartba. Mások, hogy így kidobunk egy ágyút valahol, valamit elkészítettünk, akkor az nem épül fel rögtön, itt látod, hogy mennyire vannak felépülve. Ugyanezt a rendszert használja a játék arra, hogyha lebombáznak valamit, tehát akkor az se egy az egybe eltűnik, hanem így csak lesebződik valamennyire. Dánia acélt akar venni, nem. Végre pluszba vagyunk acélügyileg. Oké, Stuttgart légvédelme kész van, kezdjük el felépíteni München légvédelmét. Elkezdtük. És ez elkezdett készülni ebből a pakból az utolsó dag légvédelmi ágyú. Mikor készülnek el a gyaloghadosztályaink? Szeptemberre. Oké. Olaszország visszavonta az egyezményünket az ellátmányszállításról. Minuszban vagyunk olajügyileg. Pluszban vagyunk olajügyileg, szuper. Most jelenleg mindennel pluszban vagyunk. Ja igen, ez így már sem meg az emberi erőforrásaink mennyisége, amit kapunk részben a technológiából, részben más dolgokból, események befolyásolják le inkább. Luxemburg energiát akar venni, adjunk nekik. És jut eszembe, fejlesztjük a mezőgazdaságunkat, ami ad nekünk egy valak plusz emberi erőforrás, nem is keveset. Ez a mezőgazdaságunk, ez a mezőgazdaságunk. Emberi energiát, mondtam, emberi erőt. Nem tüzeljük az embereket. Még. És úgy látom, hogy a spanyol államot valamennyire vissza... spanyol állam körbevette Madridot, nem szorítják őket vissza. Ha Madrid elesik, akkor a köztársaságnak lényegében vége, azzal elbukik a legfontosabb ipari bázisuk. Igazából, hogyha ez még beveszik a nacionalisták Barcelonát, akkor pláne végük. És hogy elnézem, pont arra nyomulnak. A népesség pedig fegyverzi föl magát keményen. A britek pedig csüsülnek Gibraltárba és néznek, hogy mi a büdös élet, honnan lett ezeknek légiereje. Az olaszok visszavonták a nyersanyagos egyezményt, ez nem jó, mert ezzel lementünk mínuszba. Az amerikaiak pedig tovább folytatják a New Deal-t. Próbáljunk a szovjetektől venni nyersanyagokat. Hely, és elfogadják. És ezzel mi mindig nem vagyunk pluszba. Ezek pedig acélt akarnak venni, nem. A jugoszlávokkal tudok kereskedni? Valószínűleg, hogy adnak el, de azért felajánljuk. És felajánljuk ugyan szűzletet Amerikának is. Ó, ők adnak el, szuper. Akkor ezzel megint csak pluszba leszünk. Jugoszlávia viszont visszavonta, és a rohadt Steam!